Sziasztok! Karácsony Gergely dehogy is egy semmire kellő, mindenfélbehagyó, agyó bármit elvezetni képtelen pojáca. Be kell látnunk, hogy tévedtünk. Rossz indulatúak voltunk vele szemben. Karigeri ugyanis egy szuper képességekkel megáldott csúcsvezető, aki minden egyes billentyű leütésével csodákra képes. Emlékezzünk csak vissza a koronavírus járvány harmadik hullámára, amikor Orbán Viktor miniszterelnök minden hajnalban már az operatív törzsülésén kezdte a napját. Karácsony egy-egy délutáni látte bedobását követően Gályé Zoltánnal közösen minden nap összehozott egy kormányt fikázó Facebook posztot. Így harcolt a maga sajátos eszközeivel a halálos korral szemben. És micsoda eredménye? Hiszen, mint tudjuk, a vírus terjedése megállt. A miniszterelnök, az operatív törzs és természetesen a szanaszét fikázott magyar egészségügy megállította a gyilkos harmadik hullámot. Sikerült letörni itthon a koronavírus járvány harmadik hullámát, a magyar lakosság 54%-a pedig már védettséget szerzett a betegség ellen. Erről is szó volt a mai kormányinfon. Karácsony! Ő pedig ugyanúgy nem csinált semmi mást, mint hogy jó, biztonságos távolságról a klaviatúra mögül tovább szitta a kormányt és próbáltam megmagyarázni, hogy miért is volt rossz a járványkezelés. Micsoda államférfi! De Karigeri szuperképességei még növekedtek is az elmúlt időszakban. Hiszen néhány napja azzal büszkélkedett, hogy szerinte azért üzemelhet újra az Uzsoki utcai kórház sürgősségügyelete, mivel ő néhány napja arról írt a Facebook oldalán. Ismét győzött a nyilvánosság ereje, írta a posztjában a méltán büszke politikus. Na de a viccet félretéve karácsony láthatóan végképp elszállt. És most már távgyógyítása is képesnek gondolja magát, amit a közösségi médián keresztül gyakorol. Lehet, hogy a helyetteset tütőkata pedig unikornisokon vágtázó hercegnőnek hiszi magát? Azért fizetett elő és aztán dicsekedett a több százres tengeri lovaglással Zakintos-szigetéről? elgondolkodtató. Na de mielőtt egy percig is elhinnénk a főpolgármester vagy helyetteseinek egyetlen szavát is, ezeknek a remek vezetőknek a megértéséhez és megítéléséhez sokat segít, ha megnézzük, hogy mi volt az elmúlt időszak legfontosabb közügye a főpolgármesteri hivatal részéről. Az hogy minek nevezzük el a vörös panda kölyköt. Baltozárnak, Boldizsárnak, esetleg Bonifácnak? Halaszthatatlan fontosságú feladat, ehhez kétség sem fér. De jó, hogy biztos kezekben van a főváros. A szuper főpolgármesternek még arra is jut ideje, Isten áldja a jóságát. Na jó, azért mindenre neki sem juthat ideje. Hiszen a hármas metró felújítása nem tudjuk, hogy halad, de az biztos, hogy nincs még átadva, ahogy a blaha sem, ahogy a láncszít sem ezeket is csinálják, tudjuk. De azt sem tudjuk, hogy a dehogy is teljesen semmire kellő főpolgármester mikor tervezi megoldani azt a forgalmi káoszt Budapesten, ami még a nyári uborka szezonban is araszolása késztette a fővárosiakat. Ön mióta ül a dugóban? Hát most már másfél órája. Hát akkor esetleg nyalog. gyalog. Menjen gyalog. Hogy megyünk gyalog a szerszámokat, hogy visszük hátizsákba? Ahogy az Dömötör Csaba államtitkár írta a poszt alá, Isten éltesse a pandát, ettől függetlenül a cuki posztoktól nem lesz kisebb a dugó a fővárosban. Nem beszélve a számtalanul fetrengő hajléktalanokról és drogosokról, akik lassan minden villamos megálló kötelező kellékei lesznek. Demszki Budapestje visszatért. Urrá, másra sem vágytunk. Karácsony feladatok közötti priorizálása jól erőre vetíti, hogy mit kezdene az országgal, a hatalomra kerülne. Hajdúbihartól Zala-megyéig érnének a biciklisávok és a mélegelők. Inkább ne próbáljuk ki. Ennyi volt már a Unorthodox, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot és kövessétek a kontrát. Sziasztok!